Magyarországon a Zselicben és a Hortobágyi Nemzeti Parkban van már csillagos égbolt park. Ezt a címet egy nemzetközi szövetség alapította és ítéli oda. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület tavaly áprilisban a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével indította el a programot. A nagy közönségnek most bemutatták a projektet és a már létező csillagos égbolt parkokat. Most már a projektnek a végén tartunk. Eddig megvalósultak az égbolt felmérések, gyakorlatilag már majdnem a teljes bükköt sikerült lefedni ezekkel az úgynevezett hajszomoptikás képek segítségével, illetve a Sky Quality Meter, vagyis a égbolt háttérfényesség mérő segítséggel is most már majdnem az egész nemzeti park területét sikerült lefedni. Egy-egy ilyen képen, amely fényszennyezéstől mentes helyen készült, 20-30 ezer csillagot is meg lehet számolni, mondta Novák Rihárd, míg mondjuk a dobótéren maximum 8-10 csillagot figyelhetünk meg. Mindannyiunktól elvették a tejutat, a csillagokat, kezdte előadását dr. Varró Mihály szakorvos. Arról is beszélt, nagyon sok rovar pusztul el a fényszennyezés miatt. Előadása a fényszennyezés egészségre gyakorolt hatásáról szólt, így például a melatoninról, amely csak sötétben képződik. Éjjel sötétben termelődik, és hogyha ekkor nem alszunk, vagy nem sötétben alszunk, akkor ennek a koncentráció, tehát a vérben a szintje lecsökken. És miután ez egy rendkívül erős gyökfogó hormon, immunstimuláns, rendkívül erős immunstimuláns. Ezen kívül még például speciális ráksejt vonalakra speciális gátló hatást fejt ki. A program elmúlt hónapjaiban tájékoztatókat tartottak, felmérték a csillagoseget, lámpatesteket cseréltek ki fényszennyezést nem okozókra. A projekt augusztus közepén zárul, addigra a teljes felmérést elvégzik, abban bíznak, a felterjesztett anyagot ősszel elfogadják, télre pedig csillagos égbolt park lehet a Bükki Nemzeti Park is.